Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti Portré. Üdvözlöm a Heti Portré nézőit! A mai adásban Berkes Gábor zenésszel, zeneszerzővel, a Turay Ida Színház zenei vezetőjével beszélgetek. Ha jól tudom, akkor 1977-ben jelentél meg először a televízióban, mégpedig a Kemény Kalap és Krumpior című televíziós sorozatban. Mi volt ott a szereped? A 77 az egy kicsit késői, az 74-ben volt a Krumpior. Tulajdonképpen nem az volt az első. Voltam korábban már a Nyitott Könyv nevezetű televíziós műsorban, az volt a debütálásom, ami egy évvel előtte volt, de csak egy nagyon pici szerepben. És volt még valami, amire nem emlékszem, mi volt a címe, ahol ilyen sok gyerek volt egy ilyen műsorban. Hát ott ilyen majdhogy nem statiszta szinten, de a Krumplior volt az első komoly szerep. 11-12 éves lehettél. Pont egy ilyen fél időben voltam a 11 és a 12 között. Hát ez egy nagyon, nagyon szép korszak volt az életemben. Mi volt a szereped? Hát én voltam a kis, alacsony, kopasz kövér, tehát gyakorlatilag pont ezt a szerepet játszottam, amit ma. Az igazság az, hogy nekem akkor egy ilyen hosszú hajam volt, ez a gombafrizura nagy divat volt a 70-es évek elején, és a szerephez az volt a feltétel, hogy le kellett vágni a hajamat ilyen tüsire, majdnem kopaszra. Hát én először egy kicsit elkeseredtem, de aztán hamar hozzászoktam ehhez a dologhoz. Zongorázni mikor kezdtél? Zongorázni jóval ezelőtt. Az én zenei történetem, az próbálok számolni, 66-ban indult, akkor voltam 3 éves, és a Tánzdal Fesztivál ment éppen. És a Balatonon nyaraltunk a szüleimmel, nagyszüleimmel, és a Zarackinak a Isten véled édes piroskám című dala ment abban az időszakban, és én ezt a Balatonban harsányan üvöltöttem, kiabáltam, énekeltem. És egy zenetanár felfigyelt rá, hogy milyen jó hallása van ennek a kisgyereknek, és akkor elvitt a zeneóvodájába a következő évbe, akkor még nem. És ott kezdtem el ilyen zeneóvodába járni, utána szolfést tanultam és zongorát, tehát ilyen 5 éves koromban kezdtem el aktívan zenélni. Kezdődött ezzel a kiskori zongorázással, akkor ugye egy olyan 2 év után kiderült, hogy én ezt komolyan gondolom, tehát nyilván a 6 éves korban azért még az ember nem tudja, hogy mit akar. De ilyen 8-9 éves koromban nagyon intenzíven gyakoroltam, jártam órákra, és körülbelül a 11-12 éves koromban eldőlt pont a filmezéssel egy időben, amikor ugye ez nagyon ment a Krumplior meg az utánom srácok, hogy én a zenét akarom nagyon tanulni, tehát fel sem merült az, hogy mondjuk színész legyek, és elkezdtem gyúrni a konzervatóriumra, akkor készültem ugye 2 éven keresztül, és 14 éves koromban vettek föl. És ott én egy ilyen komoly zenei pályán el is indultam annak rendje módja szerint, amiről aztán viszonylag gyorsan le is tértem egy olyan 2 év alatt. Miért? Az igazság az, hogy egyrészt ugye nem nőtt meg a kezem eléggé, tehát a zongorista szakot nem tudtam csinálni, mert egyszerűen olyan darabokat kellett volna játszani, amit én a kézmérettel nem tudtam. És nagyon, nagyon izgatott a zeneszerzés. Viszont a komoly zenei zeneszerzés abban az időben azért nagyon meredek volt. Tehát akkor hát nem tudom én ezt hogy nevezem, hogy ne bántsak meg senkit, de hát a legkevésbé ez a kellemes hangzású zene volt a divat abban az időben. Nagyon ilyen modern, extrém muzsikákat csináltak a fiatal szerzők, és ez tőlem idegen volt, távol állt, és inkább a könnyű zene, azzal megtaláltam azokat az utakat, ami nekem tetszett. Úgyhogy már a konzi alatt elkezdtem könnyű zenével foglalkozni, és megalapítottuk a Lobogó nevű együttest az iskolában, ami a jazzrock zenét játszott, klasszikus zenefeldolgozások, meg ilyen jazzrock szerzemények, amiket magunk írtunk, és ez nagyon jó zenekar volt éveken keresztül, és hát az emeletnek ez volt az előszele tulajdonképpen. 1982-ben miért, milyen indítatásból alapítottátok meg az első emelet zenekart? A Lobogó együttes, ugye amiről beszéltem, az instrumentális zenekar volt, nagyon sok hangszerszólóval, nem volt énekesünk. És a Solaris együttes ugyanabban az időben ugyanezt csinálta, a 80-as évek elején, és mi nagyon jóban voltunk egymással, ilyen már-már baráti viszonyban, sokat beszélgettünk szakmákról, erről-arról, és nagyjából egy időben gondolták a fiúk is úgy, meg én is, hogy valamit váltani kéne, és akkor tulajdonképpen ők hívtak meg engem egy ilyen strandbeszélgetésre, hogy ők váltanának, és hogy nekem van-e kedvem csatlakozni hozzájuk, és tulajdonképpen így alakult meg az emelet. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra, a 80-as évekre az első emelettel? Hát én nagyon jó emlékeket őrzök. Abban az időben, én nem tudom, szeretik mostanában így a régi időket mindig csak ilyen szürkébe, meg borongósba feltüntetni. Mi nagyon jól éreztük magunkat 20 évesen abban az időben. Nagyon élveztük a munkánkat, nagyon sok
jó élményünk volt, rengeteget játszottunk, lemezeink jelentek meg, szerettek minket, tehát nekünk a 80-as évek az nagyon jó volt. Megalapozta az életünket, mindenünket az az időszak. Geszti Péter is írt ugye dalszövegeket az első emeletnek. Jó volt a kapcsolatod vele? Geszti Péter gyerekkori barátom, szintén a filmes időszakból ismertem, 73-ban találkoztunk először. Tulajdonképpen úgy lett szövegíró, hogy egy balesete volt neki, ami miatt kórházba kellett feküdjön egy pár hétig, és akkor itt meglátogattam őt. Ez volt 80, azt hiszem ez pont 82-ben volt, még az emelet legelején, és láttam, hogy ő ilyen verseket ír. Ilyen kis, volt egy kis kockás füzete, és ilyen rímpárokat, poénokat, hát amilyen ő maga ilyeneket írkált, és egyébként meg bőszen készült a tanítóképző főiskolára, mert ugye ő előfelvétel is egyetemista volt, akkor volt katona, és ment a tanítóképzőre, és mondtam neki, Péter, tök jók ezek a kis rímek, hogy nem akarsz-e dalszöveget írni. Most alakítottunk éppen egy zenekart, és kéne nekünk szöveg, és így lett ő szövegíró. És ugye később a Repülők együttesben ti folytattátok együtt a pályafutásotokat. Ez szintén ebből a barátságból gyökeredzett akkor? Hát a barátság ugye aztán szakmai kapcsolattá fejlődött, tehát párhuzamosan ment be, attól barátok maradtunk, hogy dolgoztunk is együtt. És ugye az emelet vége fele, ez már 90-91-ben volt, azt a korszakot már úgy kezdtük lezárni. Már akkor volt egy vagy két év, hogy nem csináltunk lemezt, és tulajdonképpen ez a Michelnek volt az ötlete, hogy csináljunk valami ilyen rappes dolgot együtt, de még akkor a Péter nem volt benne. És az volt a terv, hogy csinálunk ilyen rappes számokat, a Geszti megírja a szöveget, és már keresünk fiatal előadókat, akik ezt előadják. Ilyen produceri tímet akartunk létrehozni, de nem találtunk jó embert erre a dologra, és a Péter volt a legalkalmasabb, úgyhogy megfűztük, hogy legyen ő a főhős, ő meg azt mondta, hogy hát ő nem csinál magából bohócot egyedül, csatlakozzunk hozzá, és így alakult meg a Repülők együttes, tulajdonképpen egy ilyen majdhogy nem véletlen folytán, tehát ez egy nagyon vicces sztori. De neki dőlnél a vasárnap. Na de nyárban is kutya meleg nyűszít a gép, ahogy a lábad a kocsiban a gázra lép. Le az M7-esen, egyenesen, a szalon képesen és üde-üdesen. A tavalyi havai talán visszatér, hol az a rendőr, aki utolér. Érdés Marton, Mázsár, Gyúró, Kápolnás, még belép. Az úton a tábla több, mint sok. Hány évvel írják a csiófot? Alig állsz, alig űz, néha alig-alig érz, ahol a part szakad, csak ott vagy, mire odaérsz a vízhez. Oh! Mi ma üres, ugye bíztató? És amilyen gyorsan megalapítottátok a Repülők együttest, hát szintén olyan gyorsan vége is lett ennek, és sokan ugye meg voltak lepődve, hogy miért, hiszen nagyon sikeresek voltatok. Igen, ez egy jó kérdés. Mi annak idején, a legelején ugye kronológiában az úgy nézett ki, hogy megvoltak a dalok, szövegek, kiderült, hogy a Péter a legjobb rappes ebben a dologban, akkor összeálltunk így hárman, hogy megvan a zenekar. És akkor úgy gondolkodtunk rajta, most akkor csináljunk együttest, meg egyáltalán mi legyen, és akkor elhatároztuk, hogy ez egy projekt inkább, tehát egy ilyen egyszeri történet. Ugye abban az időben azért volt egy-két ilyen történet a nemzetközi poppiacon is, hogy összeálltak különböző emberek, csináltak egy valami albumot, vagy egy koncertsorozatot, és aztán mindenki ment a dolgára. Tehát mi ezt így gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyen lemezt, és aztán ebből úgy lett kettő, hogy elkezdtünk járni, fellépni, és pillanatokat kiderült, hogy ez nagyobb volumenű fellépést igényel, mint mondjuk egy ilyen diszkóban elmenni, haknizni, és egy ilyen nagy élő koncertet akartunk, táncosokkal, fényekkel, díszeket, szóval, amit ugye az ember lát a videoklipekben, hogy milyen jól néznek ezek ki, és kevés volt a dal. Mi legyen, csináljuk még egy lemezt, és így lett a Repülőknek tulajdonképpen két lemeze. De miért hagytátok abba? Hát az elején eldöntöttük, hogy abba hagyjuk. Nem voltok, nem akartuk ezt a... Tudod, hogy zenekar megalakul, akkor sikeres lesz, akkor csinálja, mindig lemezt csinálnak minden évben. Van egy ilyen monotónia jellege, munkahelyé válik, mi ezt nem szerettük volna. Tehát ez egy ilyen direkt, megtartottuk ilyen jókedvűnek,
egyedinek, aztán néha előveszük, 10 évente egyszer volt egy-egy visszatérés, de egyébként nem, tehát ez nem egy üzemelő zenekar volt. És akkor ezt a projektet követte az emberek együttes? Annak is nagyon érdekes. Minden, most, hogy kérdezgeted, minden zenekarom ilyen nagyon furcsán alakult, a repülők is, meg az emberek is. Az úgy kezdődött, hogy a Miller Zoli, meg az Erdélyi László, régi barátom, oda jöttek hozzám, mikor volt, ez 95 év eleje, közepe, valahogy nyáron, hogy ők ketten szeretnének egy ilyen zenekart. Még nem tudták, hogy miért, de hogy nekik nincsenek dalaik, hogy írjak nekik számokat. És azt mondom, hogy kicsit furcsáltam az egészet, mert ugye a Miller Zolit azért hogy fiatal kezdő színészként, ugye akkor indult, ő volt 20-21 éves, úgy tudtam, hogy ő milyen karakter, ismertem a Lacikát, tudtam, hogy ő egészen más ember, meg tehát neki nem is nagyon volt ez zeneileg köze. És mondtam nekik, hogy de milyen zenét akartok, vagy mi az elképzelés? Hát nem tudják, nem akarnak ilyen diszkózenét, meg nem akarnak elektronikusat, inkább valami másba gondolkodnak. És akkor írtam egy pár dalt, amit fölvettünk ugye demóba, és hú, mondom, ez a Miller, ez milyen jó. Nagyon tetszett, hogy énekli ezeket a számokat, és ugye akkor nem volt már repülők, már rég megszűnt addigra, nekem nem volt semmi produkció, és akkor mondtam, hogy fiúk, hát én, nekem ez nagyon tetszik, ahogy a Zoli énekli az én nótáimat, akkor én beszállnék ebbe a történetbe, és tulajdonképpen így lett a zenekar. De sose feledd, ha becsap is így szereted. Valamit vársz, de nem jön, a hited elköszön. De sose feledd, hogy nem járt le még a jegyed. Keresed rég, s nem érted, úgy érzed, célja nincs. Miért nem hiszed, hogy maga az élet a kincs? Álmodj tovább, láss meg minden pici csodát, a perceken át, egy nap a világ. Álmodj tovább, lásd, ha égig érnek a fák, élj úgy, hogy soha se bánt, csak egy nap a világ. Te hogy írod a zenéket? Valamikor megihlet egy pillanat, és akkor a fejedbe hallasz egy dallamot, és az alapján, vagy konkrétan azt mondják, hogy figyelj Gábor, ez a projekt, és erre kellene írni valamit. Ilyen is van, meg olyan is van. Nyilván az ember, amíg fiatal, meg kialakítja a saját stílusát, ez addig van az, hogy na, akkor most én milyen zenész legyek, és akkor úgy kísérletezik mindenféle dologgal. De hát ez nyilván azért elmúlik, tehát az ember, ahogy benne van a szakmában 5-10-20 éven keresztül, egy idő után profivá kell válni, tehát tudni kell azt is, hogyha mondjuk most Turaida Színháznak készül egy darab, ahol az 1906-os évet írjuk, azt hiszem egész pontosan a... Ez a Vöröslámpás ház. Vöröslámpás ház, és oda kellett dalokat írni, és hát azt a világot, azt a fajta zenei környezetet kellett előhozni, ami akkor ment. Tehát ez itt nem az van, hogy most én nekem milyen a zenei világom, hanem annak a kornak milyen a világa, és abban kell dolgozni. Tehát azért nagyon sokszor a megrendelés meghatározza, hogy milyen a zene. És ilyenkor fel kell készülni rá? Hát, ha az ember nem felkészült, tehát mondjuk én viszonylag ismertem ezt a korszakot, picit utána hallgattam, olvastam, de azért nagyjából képben vagyok, hogy milyen korszakban milyen zenék voltak, tehát ez nem idegen. Egy szerző számára. Április 19-én lesz a Ferencvárosi Művelődési Központban a premier bemutatója ennek a darabnak. El tudod mondani, hogy miről szól ez a darab?
Hát nem, mindent nem árulok el, de a lényeg az, hogy egy, ugye a század elején játszódik Kolozsváron, és egy gyakorlatilag egy bordélyháznak az élete, de nem abban az értelemben, ahogy ezt így elsőre gondolná az ember. Nagyon, nagyon érdekes sorsok vannak benne, szerelmek, kiderül, hogy ugye ott lakik egy fiú, aki egy egyetemista, de nem lenne szabad, hogy ott lakjon, de aztán ott vannak ilyen különböző trükkök, hogy hogy bújtatják őt el, és a lényeg az, hogy ennek a fiúnak megjön egyszer csak az anyukája, aki azt hiszi, hogy az orvostan hallgató kisfia az valami rendes helyen van elszállásolva, és akkor ezt a kupit, ezt villámgyorsan át kell alakítani, hogy ez úgy tűnjön, mintha ez valami pedáns, erkölcsös intézmény lenne, és hát ez az alap sztori, és hát nagyon sok poén van ebben. Amint említetted, ebben a darabban is megjelenik a szerelem, csak úgy, mint a Csak azért is szerelem című darabban, amelynek szintén te voltál a zenei vezetője. Jó volt ez az időutazás neked? Nagyon. A színház részéről jött a felkérés, hogy ők első emelet dalokat szeretnének egy mai, illetve nem mai, úgy mondom a mait, hogy tehát abban az időszakban, amikor ugye az emelet volt, tehát a 80-as években játszódó civil környezetbe elhelyezni. Tehát végül is az a darabnak a lényege, hogy van egy család, fiatalok, gyerekek, élet, körülmények, és abban megjelenik a zenekar, mint egy ilyen azt a korszakot jellemző zenei dolog, de nagyon érdekesen van megírva, mert picit időnként ilyen szürreálisan, mintha ott lenne a Kiki, ugye játszik a darabban, megjelenik, énekel, de az ilyen meseszerű, és akkor így tehát nagyon jól van összehozva a korszak jellegzetessége, különböző ilyen társadalmi helyzetek, amik abban az időben mentek meg, ez a kis zenés dolog, és közben dalra fakadnak a szereplők időnként, és emellett dalokat énekelnek, ami át van hangszerelve egy csomó dal egészen más karakterű, mint volt eredetileg. Mennyire volt könnyű vagy nehéz átadni azt a fajta zenei világot azoknak a fiatal színészeknek, akik ebben a darabban szerepelnek? Meglepően könnyű, nagyon szeretettel fogadták, jól vették ezeket a dolgokat, jól is adják elő, de hát mondjuk Mikó István meg Hűvös Völgyi Ildikó is nagyon jól adaptálták azt a dalt, amit neki kellett énekelni, a Madame Pompadourt. Zseniális, tehát az a darabnak az egyik csúcspontja, hogy ők ezt előadják. Még majd sallom a Notre-Dame harangjai, érzem még, hogy a lelkemen át megállt masírozom. Még majd a lelkemen át megállt masírozol, úgy, mint rég, Madame Pompadour a francia ágyakon. A szívem még csak te vagy az. Megígízol, Madame Pompadour. A fétéket vagy, elszakad a hú. Csak élel, bélel, rag, ruhan, lehúr. Ó, neked a szerelem egy szép ruha, modern, modern, és én lennék az a próbababa, akinek ezt viselni kell. Ám, soha se gondolt, hogy nem jöhet egy új divat, ha itt hagylak. Neked úgyis hamarakad egy új áldozat. A szívem mélyén csak te vagy az. Hát menjünk kintól, Madame Pompadour. Yeah.
Tehát én azt vettem észre, hogy nem számított az, hogy most van 20 év generációs különbség, vagy bármi, ők teljesen jól vették ezt. Az első emelet zenekarnak pedig hát megtartottátok a búcsú koncertjét, pont nem sokkal, néhány hónappal ennek a darabnak a előzményeként. Egész pontosan ugye ez december végén volt. Igen. A lezárás, és tavasszal volt a színdarab. Hát megszűnt a zenekar, szerettük volna így szépen abba hagyni, tehát azért csináltunk egy ilyen koncertet. Mi nem akarjuk azt a szisztémát csinálni, amit sok ilyen előttünk lévő öregebb zenekar, hogy búcsú koncert, aztán újra alakul, aztán megint búcsú. Gyakorlatilag mi az eredeti emelet felállástól köszöntünk el. Az nem jelenti azt, hogy mondjuk én például Kikivel tartottam itt egy ilyen akusztikus szólóestet a színházban, tehát ilyen jellegű dolgok lesznek, de klasszikus első emelet zenekar már nincs. Melyik a kedvenc zenéd, amit valaha eddigi pályafutásod során írtál? Ki tudsz emelni ilyet? Hű. Hát, nagyon sok kedvencem van, de amire a legbüszkébb vagyok, az az Eszter Hagyatéka című márai regényből készült filmnek a zenéje. Az azért fontos számomra, mert az ugye ez klasszikus zene, teljesen más jellegű, és hát én azt gondolom, hogy azzal sikerült egy olyan színvonalat csinálni mind a filmben, tehát a film is olyan, meg a zene is, ami én azt gondolom, hogy nekem a szakmámnak az egyik csúcsa. Foglalkoztat ez téged, hogy klasszikus zenei darabokat írj? Foglalkoztat, hát az kéne visszahoznom ugye a régi tudásból azért sok mindent, mert megírni másik klasszikus zenét, mint előadni, tehát nyilván a mai technikával már mindent meg lehet csinálni, meg lehet írni. Előadni azért mindig szoktam felkérni profi zenészeket, ott is ugye, akik ebben játszottak, hangszeresek, akik hát nap mint nap a klasszikus zenében dolgoznak. Mik a közeli és távlati terveid? Én távlati terveket nem készítek mostanában, tehát így mondjuk egy évre előre gondolkodom maximum. Hát most csináljuk ugye a Vörös Lámpás házat a színházzal, idén több bemutató nem lesz, ősszel tervez a színház további zenés darabokat, ahol nyilván lesz dolgom. És a privát életedben vannak olyan céljaid, amit mindenképpen el szeretnél érni? Most költöztünk új lakásba nemrég, ide a 8. kerületbe, és hát ezt a lakást szeretnénk rendbe rakni, befejezni, mert félig ugye nincs még teljesen kész, tehát ez most nekünk egy fél év, egy év lesz, mire az úgy otthonos lesz. Tehát ez a magán élet része. Ezen kívül úgy nem, 5 éves tervet nem csinál. Hát így, ez szerintem elég. Ezt a nyarat, ezt valószínűleg ugye színházzal fogjuk tölteni, lesznek nyári előadások, vendégjátékok. Bízom benne, hogy a Kikivel is egy pár koncert még összejön, ez az akusztikus előadás, ez nagyon jól sikerült, amit csináltunk. Ugye egy akusztikus gitár, zongora, ének, tehát meg egy ritmus szekció. Tehát ilyen nagyon kevés hangszer, ilyen csöndesebb jellegű zene, de nagyon szerették az emberek, tehát nagyon jó volt.